Júli, azt mondtad, hogy szerinted nagyon szerencsés volt ez az ösztönző program, ami Porecsre minősített téged is. Igen, amikor ez a kiírás megjelent, rögtön mondtam, hogy Sándor ezt nekem találta ki. Ugyanis én már 99-től dolgozom ebben a rendszerben, 2003-tól menedzser vagyok, és én folyamatosan dolgozom azóta is, és nagyon sok embert be szoktam hozni, akár frontra, akár mélységbe, és akárhogy is vesszük, előbb-utóbb nem biztos, hogy mindenki akarja ezt a terméket használni, és hogy úgy kicsit elhalnak a kapcsolatok. Tehát neked nagyon sok ilyen alvó ügynököd volt, ahogy a CIA-nál mondják, tehát volt kiket újra hívni, ugye? Szuper megfogalmazás. Igen, sok ilyen alvóm van, és hál' Istennek a last minute és a first minute Porecssal jó pár embert sikerült felélesztenem. Ez kb. Nagyságrendileg mennyien? Akiket fölhívtam, vagy akik nagyon-nagyon-nagyon sokan. Az első alkalommal szeptemberben csináltam meg, rögtön a kiírás után. Ugyanis korábban is lett volna lehetőségem a cégköltségen elmenni Porecsba, de kicsit ellustultam a negyedik hónapban körülbelül. És aztán úgy gondoltam, hogy mégiscsak jobb lenne nem a saját költségemmel menni, meg vinni a gyerekemet is, hanem a cégköltségen. És akkor nekifogtam, és elkezdtem telefonálni minden frontomnak és nagyon sok mélységemnek, akit sikerült elérnem valamilyen kontakttal, akár SMS, e-mail, telefon, telefon, és akkor először szeptemberben sikerült, és tavaly szeptemberben el tudtunk menni a kislányommal ragyogó csapattal Porecsra, nagyon szép szállodába, isteni ellátással, ragyogó képzéssel, és tulajdonképpen a felnőtt gyerekemmel 4 napot újra együtt tölthettünk, és ráadásul cégköltségem. És aztán október-novemberben kicsikét csucsukáltam, aztán majd a szponzorommal leültünk beszélgetni, ő orosz Irana és dr. Gönczi Zsolt, és mondta, Júli, neked még van sok embered? A régieket is újra hívhatod, akiket szeptemberben hívtál, meg mi van egy csomó azon kívül is, akiket újra lehet hívni. És akkor december elején újra kezdtem, és nagy lendülettel írtam a fizetbe, hogy kit hívtam fel, mit mondott, kinek kell SMS küldeni, kinek kell e-mailt küldeni. Elküldtem a telefonszámokat, újra hívtam, újra SMS. És akkor, amikor karácsonykor se álltam le, mondjuk 23-án, mikor más a sütit gyúrta, nagyon muris volt különben, és aztán úgy gondoltam, hogy jó lesz már, elég már. Tudod, az a legrosszabb benne, Sándor, hogy nem tudod, hogy hol tartasz. Mert nem úgy van, mint a futásnál, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és akkor egyszerre elindul 10 ember, hanem szerte az országban bárki csinálhatja. És nem lehet tudni, hogy hol állsz a versenybe, mert időközben nem lehet megkérdezni a főjutat, azt mondtam annál meg, hogy haj csak még 2 ünnep között, vagy megállhatok. És akkor hát ez csak érzésre, de gondolom jobb nem megállni, az a biztos. Igen, nagyon édes vagy. Tehát igen, a 2 ünnep közt is dolgoztál. Igen, dolgoztam. Ez igazából nekem nem volt fáradtság, mert nagyon kellemes volt felhívni régi embereket. Talán az egész csapatból 2 mondta azt, hogy bocsi, én már öreg vagyok, drága a telefon. A többiek mindenki telefonált szinte, aki nem felejtette. És végül is a jövő évre, vagyis már ebbe az évbe újra Porecs biztosítva van számomra, és plusz 1 fő, akit el tudok magammal vinni. És akkor megint a lányod lesz? Hát nekem 3 gyerekem van. Először bejelentkezett az egyik fiú, aztán a másik fiú, majd remélem, hogy országigazgatónk újra kiírja. Ebbe azért elviszem az egyik fiút, jövőre meg a másikat, vagy a saját költségen elviszem mind a kettőt, vagy mind a hármat. És kedvet kaptak már ehhez az üzlethez? Mind a 3 jó pozícióban dolgozó emberke viszonylag stabilan, nagyon szépen tudnak dolgozni. Hát 2 pontosak igazából, eszik-iszák a termékeket, meg azt hiszem, hogy Csilla egy kicsikét, hogy ő kacsingat az üzlet felé, csak ő rendezvény szervező, és nagyon sok időt elvesz tőle a rendezvény, mert hétvégekkel rengeteg időt kell neki ott töltenie. De szimpatizálnak ezzel a rendszerrel. Ezen kívül a 2000-es évek közepén, meg az elején ezzel tudtam nekik biztosítani azt, hogy tanulhattak, albérletet kifizetni, stb. Tehát ismerik a hozadékát. Tehát akkor te egyedül neveltél 3 gyereket? A szavaidból ezt veszem ki. Hát akkor nem rossz, akkor ez nem rossz ez a Forever. Igen, így van. Nagyon jó a Forever, imádom. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és gratulálok az eredményhez. Köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmet.